Ez
Egészségügyem magam! Egészségügyem! Megszagláztak, aztán elsompolyogtak. Na, figyelek le! Én elolvasom maguknak Smihov levelét. Kedves barátom és pártfogom, igen. Sürgősen értesíteni akarlak, hogy revizort kapunk. Vizsgálati előírással az egész kormányzóságra, de főleg a mi állásunkra. Ezt megbízható forrásból tudom. Az illető magánszemélynek adja ki magát. Mivel tudom, hogy neked is van baj a fejeden. Jó, egymás között vagyunk, nem? Na, úgyhogy azt tanácsolom, legyél óvatos, bármelyik pillanatban megérkezhet, ha ugyan nincs ott már is, inkognitóban. Tegnap megérkezett Anna nővérem a férjével, Ivan nagyon megbízott, és állandóan neked ugye ezek már családi dolgok. Szóval, ez a nagy helyzet. Igen. Emögött van valami. Tehát miért? Polgármester úr, miért kapunk mi revizort? Miért a sors keze? Miért? Emögött rafinált politikai ok van. Hazánk háborút akar indítani. És a kormány kiküld egy tisztviselőt, hogy megnézze, nincsenek-e itt kémek. Kémek egy ilyen vidéki városban, hát határváros ez vagy mi? Rosszul látja, a kormánynak rafináltak a szempontjait. Ne kopácsoljon már itt nekem, járt inkább kém! Uraim, én figyelmeztettem magukat. Én megtettem a megfelelő intézkedéseket, és ezt melegen ajánlom maguknak is. Zemjanyina!
magának különösen. Nyilvánvaló, hogy egy regiszor először a közjóléti intézményeket akarja megvizsgálni, úgyhogy intézkedjen, hogy minden rendben legyen. A nővérek azok kapjanak tiszta fitulát, a betegek meg ne csellengjenek nekem intbe meg gatyába. Ja, továbbá, minden ágy fejéhez ki kell írni valamit latinul vagy más nyelven, valami betegséget érti meg azt, hogy ki mikor lett beteg, melyik hó, hányodikán. Jaj, és az is jó lenne, ha kevesebb beteg lenne, mert így úgy tűnik, hogy rossz a kezelés, vagy a doktor nem érti a dolgát. A kezelésben nekünk megvan a saját módszerünk. Minél természetesebb egy gyógymód, annál jobb. A gyógyszer drága, mi nem használjuk. Aki meg akar gyógyulni, az úgyis meggyógyul. Aki meg akar halni, az úgyis meghal. Gyakén! Magának is jobban oda kellene figyelni a bírósági helységekre. Az előszobában például, ahol a kérelmezők várnak, a maga őrei libákat meg csürkéket tartanak. És ott bóklásznak az ember lába alatt, de ezt már mondtam magának. Kérem, még ma intézkedem, hogy átvigyék az összes libát a konyhára. Polgármester, nem akar átjönni egy ebédre? Gyapkén! És az is nagyon kínos, hogy a maga ülnökének állandóan olyan szava van, mintha most jött volna a szesz főztéből. Ha ez tényleg úgy van, ahogy maga mondja, s ez a természetes szava, hát annak is van ellenszere, egyen hagymát, meg fokhagymát, na! De nem lehet kihajtani belőle! Azt mondja, hogy gyerekkorában a bajkája pofon válta, azóta van ilyen szava. Ezt is mondtam már magának. Amiről pedig mi fog ír a levelében? Engedjék meg, hogy arról ne beszéljek. Mindenkinek van baj a fülem mögött? Na, ezt Isten már csak így rendezte el. Igen? De mit értezzel a polgármester úr, hogy vaj? Mert a vaj és vaj között is különbség van ám. Én nyíltan mindenkinek meg szoktam mondani, nem utasítom vissza az ajándékot. De milyen ajándékot? Agárkölyköket! Hát az teljesen más. Agárkölyök vagy bár akármi? A zsír, a vaj az vaj. Nem, polgármester úr. Mert például, ha valakinek a felesége bohát kap, ő maga pedig egy 500 rubeles bundát, maga meg nem hisz Istenben, igen. És nem jár templomba nekem legalább a hitem szilárd, és minden vasárnap ott ülök a templomban. De maga, ha eltett a világ teremtéséről beszél, akkor a hajam száll az égnek áll. De az az én saját teremtményem! A saját magam eszével jöttem rá! Az ember ne akarjon túl okos lenni! Na, különben én a bíróságot csak példának hoztam fel. Magának viszont lappal, még tanfelügyelőnek jobban oda kellene hatnia. Nagy tudású emberek a tanárok, de furcsa szokásaik vannak. Ott van például a történelem tanár. Hát azt nem lehet elmondani, hogy mit mivel. Amikor Nagy Sándorról besél, akkor leszalad a katedráról és a gyerekek közé vágja a széket. Nagy Sándor tényleg nagy hős volt, de miért kell azért egy széket összetörni? Az a rohadt inkognitó, az ne lenne. Egyszer csak nyílik az ajtóikunk. Hát ugye már nem a világ,
most eszembe jutott, hogy... Ott van Mester úr? Nekem még az is eszembe jutott, hogy nem írtak-e ellenem följelentést. Különben miért küldenék ránk ezt a revizort? Na, ide hallgasson is, Peti! Meg tudná azt nekem tenni, hogy minden postára érkező levelet tudja, beérkező levél, kimenő levél, egy kicsit felbont, és megnézi, hogy nincs-e benne valami panasz vagy följelentés. Persze csak a közjó vége, igen? És ha nincs, vissza lehet ragasztani, a különben meg ki lehet kézbesíteni felbontva is. Nem kell engem tanítani, csinálom én ezt. Nem elővigyázatosságból, inkább tudásvágyból. És nem olvasott véletlenül valami szentpétervári hivatalnokról? Nem, Pétervárról, nem. Jelzem, kár, hogy a polgármester úr nem olvassa ezeket a leveleket. Egyik másik igazán gyönyörű, jobbak, mint akármelyik újság. A múltkor is egy főhadnagy itt az egyik barátnának egy bárról. Olyan pajzám volt, nagyon jó volt. Olyan az életem, drága barátom, mintha a mennyekbe járni. Rengeteg nő, szól a zene, áll a zászló. Áll a zászló. Direkt el is raktam, nem is küldtem tovább. Ne olvasom, tanul. Erre most nincs idő. Ide figyeljen, ha talál valamit panaszt vagy följelentést, akkor az gondolkodás nélkül tartsa vissza, megértette? Nagyon szívesen, polgármester. Hogy aztán később magát vegyék elő érte. Nyugalom, amíg nem hozunk nyilvánosságra, addig nincs baj. És ez köztünk marad, ugye? Az a rohadt titoltító azt jár az eszembe, egyszer csak nyílik az ajtó, én bum! Szemjanyina! Menjen ajtót nyitni! Pénzem! Maga itt a nő vagy micsoda? Polgármester úr! Polgármester úr! A polgármester úr! Rendkívüli esemény! Rendkívüli fordulat! Mondják, mi történt! Került égből világos! Bemegyünk a szállodába! Bemegyünk Piotr Ivanovicsal a szállodába! Ne, Piotr Ivanovics, hadd mondjam én! Dehogyis, majd inkább én maga, azt sem tudja, hol kell! Maga meg mindent összekever és a csomót elfelel! Dehogy feledek! Majd a elmondom, ezt akarom! Majd elmondom! Ezt akarom! Majd én! Gyerünk, mondjál már el, hogy mi történt! Üljenek le! Szóval? Pardon. Csak minden sorjában. Amint távoztam önöktől, amikor a polgármester úrnak izgalomba tetszett jönni a készhez kapott levéltől, hát akkor én rögtön átszaladtam Ivan Kuzmicshoz. Az a Spetlin postára, hogy elmondjam neki a nagy újságot. Na, onnét jövet futottam össze Piotr Ivanovicsal. Azaz vele! Azt mondja nekem! Azt mondom neki, ugorjunk be a vendégbe! A szálloda vendéglőjébe. Most hoztam friss hozatot! Együnk egy kicsit! Na hát még szinte be se léptünk a szállodába. Egyszer, csak majd én! Egy fiatalember, egy jóképű fiatalember! Civilben! Egy jóképű fiatalember civilben járkált a teremben föl és alá. Fürkészve tekintett. Jobbra, balra. Volt valami különös az arc kifejezésén. A viselkedés. Én? Az az emi? Mintha valamit megsejtettem volna. Megsejtettünk? Mondtam is a Piotr Ivanovicsnak. Az az nekem. Elműködt van valami. Igen. De kére a Piotr Ivanovics. Az én! Akkor már hívta a vendéglőst, a Blaszt. Akkor meg három hete szunt a feleség. Na, az a kisfiú pont olyan, mint az apja. Az is vendéglőst. Ne szakítson félbe, Piotr Ivanovics. Az az én! Na, azt mondja nekem a Blaszt, a vendéglős. Ez a fiatalember hivatalnok. Péter Váról jött, és a neve... Iván Leszakov. Az az 14 napja. Két hete lakik itt. A szállodából ki se lép, minden csak fölirat. Egy félért sem akar fizetni? Kérem, ahogy nekem ezt elmondtam, én mintha megvilágosodtam volna. Ó, mondtam a Piotr Ivanovicsnak. Nem, Piotr Ivanovics, azt én mondtam, hogy ó. Hát először maga mondta, hogy ú, de azután meg én mondtam, hogy ú. De vajon miért időzik itt? Vett! Éppenséggel, hogy ő az a hivatalnok! A revizor! Yes.
te. És ez alatt meg megbotozva az alpiszt felesége. Parlapok meg nem kaptak enni. Az utcákon disznó, mocsok, hát micsoda egy páros ez? Szégyen és gyalázat! Nincs más hátra, polgármester úr. Föl kell vonulnunk a szállodába. Ne! Előre kell engedni a városvezetést. Hát jó. Voltak már nehéz helyzetek az életemben. Na, szóval azt mondják, hogy fiatal ember? Úgy, 23 lehet. Vagy 24. Úgy. Fiatal ember az nagyon jó. Ha, a véróka az baj, de a fiatal ember az számomra nyitott könyv. Uraim! Menjenek! Készüljenek! Mi pedig a kisjobb, kivalósítsa... Az az ember! Úgy van, elmegyünk privát is sétálni, belézünk a szállodába, hogy ugye bár jól bánnak kell a vendégekkel. Svisztulov! Igen, polgármester úr? Svisztulov! Elrendj a kapitány úrért. Nem, várj csak, várj! Rád szükségem van. Tudod mit? Küld, érte valakit, te meg gyere vissza. Menjünk innen, bíró úr, ebből még baj lehet. Maga mi történt? Tiszta fityulát utal ki, és el van borulálva. Elő van ír, hogy a betegeknek darabadás kell adni. Nála még káposztától bűzlik az egész folyosó! Gyakki, nyírd ki ezt! Viszlát! Polgármester úr! Polgármester úr! Itt a kocsi? Igen, kint áll. Jó, többiek hol vannak? Azt mondtam, hogy mindenkit megáll. Hol a prohoz? Az őrszobánk, de amúgy sem alkalmas a bevetésre. Hogyhogy? Hajnalban hozták az a hullarészeg, már ötvödő vizet rálocsoltunk, de még mindig nem józanodott ki. Istenem, hát micsoda egy városod? Na vásd ki! Igen. Ja, akkor mi valami? Az az én. Igen. Indulunk. Könyörgök, polgármester úr. Én is hadd menjek magukkal. Nem lehet, az rosszul venné ki magát, különben is a kocsiban nincs több hely. Jaj, az nem baj, polgármester úr. Én most szaladok a kocsi után. Csak az ajtó mögül egy kis résen át, hadd lássam, hogy mi történik oda benn. Polgármester úr! Polgármester! Polgármester! Tudj! Hogy jajta! Hol a bárokba tekeredsz? Tisíli volt a... Tibor Jorta, ugye ismernek jól, de az ezüst kanalakat a csizmádba dugdosod. Vigyázz, mert ha is sem vagyok, te többet lopsz, mint a rambot szerint járva! Na! Mi a nagy helyzet? Hát ahogy a polgármester úr parancsolta. Pukavicint kiküldtem a biztonságiakkal, hogy pucolják le a járdát. Igen, prahadod meg részek, ezt meg hogy engedhetted meg? Tegnap este verekedés volt a külvárosban. Kiküldtem rendet fenntartani. Az éjszakát jött vissza. Micsoda egy város ez? Egy büdös, mocskos, koszos város. Ó, legyen figyelj már. Na, Pukavicint, azt a nagy marhát állítsátok ki a hídra a város képvéget. Ja, aztán meg... Szegyétek szét azt az úcska palántot a cipész mellett. Tegyetek oda majd két szalmahálát, mintha területrendezés alatt áll az egész. Ja, ide figyelj is! A revizor úr megkérdezi az embereket, hogy mindennel meg vannak-e elégedve. Azt kell válaszolni, hogy mindennel meg vagyunk elégedve, méltóságos uram. De hogy valamelyik nekem azt mondja, hogy nincs meg elégedve, mert az ő olyan kap, hogy... Istenem, csak ezt vissza ne. Én olyan gyertyágyúj. Olyan gyertyán, hogy a kápolna, a revizor úr megkérdezné, hogy miért nem építettük fel azt a kápolnát, amire már vagy 5 éve lett kiutalva a pénzt, azt kell válaszolni, hogy elkezdtük, de leégett. Nehogy valamelyik hülye neked kifecsegje, hogy elsegeztük, megértetted? Uraim! Mindenki! Utána! Ne bovogjottok, ne figyelj már! Semmilyen felajánl neked egy félmű vásznak egy ruhának! Te meg ellopod az egész méget! Hova mész? Gyakorj meg! Hogy mondtad, édesem? Anton!
Kislányom, ezt nem bocsátom meg neked. Mert ez is csak miattad van. Mindig minden miattad van, mert most is csak ugye te tisztettél, hogy hol a hajtűm, hol a kendőm. Miattad nem tudtuk meg semmit. Merörökké az az átkozott ruha, mizéria. Meghajol itt a postamester, és rögtön a tükör előtt kell vonaggalnia, hogy innen hogy áll, meg onnan hogy áll. De tényleg, hogy áll ez? Másodta, édesem, hogy pont utána fog kosolni. Közben meg pofákat vág, hogyha nem nézel oda. De hát miért a gyukon, mit csináljon? Már csak egy pár óra, s úgyis mindent megtudom. Úgyis mindent... Pár óra? Na, köszönöm szépen. Miért nem mindjárt egy hónapot mondasz? Szobát, a legjobbat, aztán rendelj valami ételt, valami különleges ételt, nehogy már valami vacakot egyek. Pedig csak egy egyszerű hivatali írnok! Fűvel fával összehaverkodni, ha? Aztán rögtön zsugázni? Elherdálni a pénzt az utolsó vasig? Ha ezt az apád meg tudná, az úgy meghajítana, hogy napokig vakaróznál tőle. Hát dohányozni se fogok. Torkig vagyok ezzel az élettel. Azért csak jobb falul. Kerít magának az ember egy asszonyt, aztán napokig fekszik a kanapén, tömi magába a kelt kalácsot. Nem. Jobb Péter várom. Csak pénz kell, akkor gyöngyélete van az embernek. Színház. Táncoló kutyák, amit csak akarsz. Ott mindenki finoman, delikátul beszél. Már megint az ágyamon henteregsz? Én? Dehogy hentergek. Hazudsz, hentergtél, nézd meg, hogy össze van marmolva. Kalap is a földön. Hát van nekem lábam, tudok én azon járni. Kell is nekem a maga kanapéja.
Nézd meg, van-e még dohány az acskóban? Dohány? Nincs. Már az egészet elszívta. Ide hallgass, te posz! Most akkor lemész oda. Hova? Le az étterembe. Mondjad meg, hogy adjanak nekem ebédet. Én ugyan le nem megyek. Hogy mered ezt majd? Úgy is hiába mennék, a főnök megmondta, hogy nincs ebéd. Mi az, hogy nincs? Ezt ahogy képzeli. Ezt a pimasságot. Meg még azt is mondta, hogy elmegy a polgármesterhez, és megmondja, hogy az úr 2,5 hete nem fizet. Meg még azt is mondja, hogy szélhámosok vagytok a gazdák csirkefogó, ismerem a parazita fajtáját. De meg örülsz, hogy visszamondhatod, mint a disznó. Meg még azt is mondja, hogy úgy följelenti, hogy mehet a rendőrségre, utána meg a börtön. Jó, hagyd már abba! Ilyen egy durva állatot. Na, ide hallgass, te poszi. Most akkor lemész, beszélsz vele. De én inkább ide hívom magának. Nekem? Menjél egy beszélele te! Na hát maga is aztán tényleg... Menjél már a fene egyen meg! Majom! Micsoda, úgy, hogy morfészeket. A zöldséges jön semmit hitelbe. Aljasság! Már hány ingerem van, olyan éhes vagyok. Ez a vendég is. Azt hiszi, hogy én is olyan paraszt vagyok, mint ő. Paraszt. 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 Azt hiszi, nekem meg se kocsa, ha egy napig nem eszem. De mi lesz, ha nem ad enni? Eladom a ruhám. Nem. Nem. Inkább koplanok. Na, mi van? Hozz a ebédet! Ebéd! Ja, a főnök úr most az ettem még megen. A főnök úr! Főnök úr! Ja. Mi a menü? Leves és főétel. Hogy? Csak két fogás? Ja, kettő. Hát ez gyalázat. Ezt én nem fogadom el. Mondd meg neki, hogy ez már mégiscsak sok. Vagyis éppen, hogy kevés. Ja, mondd, hogy még sok is. És hol a mártás? Milyen mártás? Mártás. Nincsen mártás. Amikor eljöttem a konyha mellett, láttam, hogy rengeteget csináltak. Slazac, meg hal, meg fasírt. Azt kérem, a rendes vendégek mentek. Azok is ugyanolyan vendégek, mint én. Hát, ha már itt tartunk, akkor nem. Miért? Azok milyenek? Olyanok, akik fizetnek is. Fogok én itt egy ilyen hülyével húzakodni. Nekem ez a leves nem kell, hozzá másikat. Ahogy gondolja, a főnök úr mondta, nem akarja, nem erőzta. Na, hagyjad már, te majó! Te szent ég, micsoda lett ez. Hát ez nem embernek való. Nézd meg, tollak húznak benne a zsír helyett. Nézd már, ez a tyúk is milyen. Maradt egy kis leves, oszik, megeheted. A kenyér marad. Jöhet a második. Ez meg milyen. Ez nem hús. Miért, micsoda? A francia tudja, hogy mi. De hogy nem hús, az biztos. Cipőt tart! Azt ütöttétek meg a hús helyet. Stélhámos trógerok. Ilyen ebédet. Hát, ki se lehet tenni az ember fogából. Más nincs? Nincs. Stélhámos gazemberek. Legalább mártás lenne, vagy egy sütemény. Na, sunyi bitangó. Csak lehúzni a vendéget, mi? Na, de talában! Hát abban még van! Na! Csak lenne valami apró, hozatnék a piacról legalább egy kis fonott cipót. Hú-hú! Na, mi van, majom? Itt van a polgármester úr. Hú-hú! Maga felül kérdezget, meg tudakolózik. Hú-hú-hú-hú! Ez a modálok vendéglős. Hát ez már föl is jelentett.
Mi lesz, ha tényleg beviszek? Hát de mit képzel ez a polgármester? Hát hogy mehetsz ide jönni? Hát megmondom neki egyenesen. Hát hogy? Hát majd vele. Hát hogy? Hát hogy nehézem ezt? Hát ki kérem magamnak? Hát majd be... Semmi. Igen? Semmi. Jó egészséget kívánok. Tiszteletem. Engedelmében nekem, mint városvezetőnek, kötelességem meggyőződni arról, hogy a vendégeket és a tisztes polgárokat semmiféle megkárosítás... Hát most mit csináljak? Én nem tehetek róla. Ki fogom fizetni, majd utána küldik vidékről. Aha. A vendégről tehet róla. Olyan kemény volt a marhahús, amit adott, mint a kő, több napig éheztetett. Hát akkor miért én? Hát még mit nem? Én erről nem tehetek, az biztos. Nálam a piacon mindig friss a marhahús, én nem is tudom, hogy honnan veszi ezt a húst. Ha javasolhatnám, akkor talán átjöhetne velem egy másik szálláshelyre. Nem megyek. Tudom én, mi az a másik szálláshely, persze. A börtön. Én Péter Bári tisztviselő vagyok. Egyenesen a miniszterhez fordulok. Hát kicsoda maga! Kicsoda maga! Őszintén megkérem, hogy könyörüljön át, hogy ne tegyen már tökre. Meg a feleségem van, meg kicsi gyermekeim. Nem megyek. Még vittem azért nem magának felesége van, én menjek börtönbe. Milyen szép dolog mondhatom. Nem, 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 mindent megmagyarázom. Az anyagi helyzetem az a kutya. Az állami fizetésből teljes tegyélesebb kutya. Úgyhogy ha néha el is kérem azt a kis hálapéz ajándékot, az segítség egy kis élelmiszer, egy-két ruhanevű. Ami pedig az altis feleségét illeti, akit állítólag én megbotoztattam, az rágalom. Kérdésség az rágalom! Engem ne merészeljen megbotozni! Ahhoz maga kis ember! Ki fogom fizetni azt a pénzt, de most nincs. A pénzre lenne szüksége, vagy bármi más legyen ebben a szent pillanatban. Állok rendelkezésére. Kötelességem támogatást nyújtani a vendégeknek. Igen. Adjon kölcsön mondjuk 200 rubelt, de kevesebb is jó. Igen. Pontosan 200 rubel, meg is pár legyen a számolással. Hálásan köszönöm. Hé, Oszim! Hozd csak ide azt a vendéglős szolgát. De hát maguk, urak, miért állnak? Parancsoljon, foglaljon helyet! Tessék! Mi Dobzsinszki helyi földbirtokos úrral szolgálatügyekben, ugyebár sétára indultunk, és hát beléztünk a szállodába is, informálódni, hogy jól bánnak-e a vendégekkel. Aha. Péter Bár nélkül, nekem úgy kell a kultúra, mint egy falatkenyér. Ahogy így elnézem, eléggé gyilkos ez a szoba. Ja.
Nagyobbat, és akkora poloskák vannak itt, én ilyeneket még életemben nem láttam. Úgy haraptak, mint egy kutya. És eléggé sötét is ez a szoba. Tiszta sötét. Néha az ember szeretne csinálni valamit, olvasgatni, vagy ha olyan iklete van mondjuk írni, és egyszerűen képtelenség. Csak a sötét, meg a sötét. Én nem is tudom, hogy megkérdezhetem el, ugye bár... Nem, bocsánat, én nem vagyok méltó rá. Mi? Nem vagyok méltó arra. Miről van szó? Jó. Megkockáztatom. Szóval nálunk odahaza volna az ön számára egy kiváló szoba. Igen, világos, csöndes, de nem. De? Nem. De? Nem. De? Nem. Ezen örömmel sokkal jobban fogom érezni magam egy privát házban, mint ebben a poszfészekben. Vagy én ennek hogy örülök? És a felesége van az, hogy fog örülni? Hát, igen, igen, tudja, én már csak ilyen vagyok, vendég szerető, csecsemőkor mondta. Hát, köszönöm, hogy jön le. Igen, kérem a számlát. Ja, hogy gondolják. Összesen mivel tartozom? 400. Ó. Szóval összesen mivel tartozom? Majd kifizetjük azt a számlát, ha várhat az a számla, vagy előtt kifizet, várhat a számlát, Én arra gondoltam, hogy talán megtekinthetné városunk bizonyos intézményeit. Miért? Van valami látnivaló? Igen, hát gondoltam, hogy megnézheti, hogy vannak a munkák, milyen nagy a rend. Megnézhetjük. Akkor meglátogathatjuk a helyi iskolát. Meglátogathatjuk. Benézhetünk a kórházba. Benézhetünk. Ja, és hogyha óhatja, akkor megnézhetjük a városi börtönt. Nem óhajtad. A börtönt inkább hagyjuk, jó? Ja, jó. Velünk szemre az egyéb intézmények. Hogy parancsolja, kérem. Már bocsánat, megengedné, hogy az ön jelenlétében néhány sort írjak a feleségenek, ugye akkor kéne készülni az ilyen tisztelt vendég fogadására. Csak papírt, azt ha csak nem igen. Erre a számára. Dobcsinszki! Tessék, vigyelezd a levelet a feleségemnek. Jó. Akkor... Indulhatunk? Indulhatunk. Hát már maguknak is itt kell eltaknyolni. És még szép is szemülek, mint két eltaposott béka. Majok!
belőle kihúzni, amíg ide nem ér. Kéket volt, még az engyel nyomája is olyan van. Én inkább azt a kis virágos
virágosat vennénk föl. A virágosat? Persze, hogy föl kéne is vigyél, mi? Nem veszek fel a virágosat, mert én a szolmosárvát veszek fel, Istenem, olyan jól lesz. De akkor én a virágosat veszek fel. Nem veszek fel a virágosat, a kéket. De a kéket biztos, hogy nem veszek fel a virágosat, a kéket. Anyukának nem is áll jól a szolmosárga. Mi? Az csak a nagyon sötét szemhez megy. Hülye vagy te? Hülye vagy? Hogy az én szemem az nem sötét? Hogy az én szemem az nem sötét? Ha mi nem sötét ezen? Ha sötét? Sötét, mint az éjszaka? Prima kis intézmények! Tetszik ez nekem, hogy maguknál mindent megmutatok a láthatatóra. Máshol nem mutatnak meg semmit. Tessék, foglaljunk! Hát igen, mert ugye más városokban a városvezetők és a tisztviselők, hát hogy is mondjam, csak hát a saját hasznukkal törődnek. Na! Szégyen! Az ebéd remek volt. Az a pálott káposzta. Betegedtem magam. Maguknál ez minden nap így van? Nem, kérem szépen, csak most vendégünk tiszteletére. Én kívánok enni. Ebédre azért élünk, hogy az élvezetek virágunk levékenyünk. Nem igaz? És hol is ettünk pontosan? A kórházban? Igen, kérem szépen, a kórházban. Emlékszem, ott voltak az ágyak. És a betegek így meg vannak gyógyulva, mert nem sokan voltak. Igen, körülbelül 10 maradtak, a többiek mind meggyógyultak. Lehet, hogy el sem hiszi, de amióta átvettem az intézet vezetését, a betegek gyógyulnak, mint a legyek. Szinte be sem teszik a lábukat a kórterembe, már meg is vannak gyógyulva. Nálunk becsület és rend. Ez a kettő van. A zongora! Zongora! És mondják, hol lehet itt szórakozni? Vannak olyan társaságok, ahol lehetne például kártyázni? Isten őriz! Mi soha nem is láttunk ilyet. Hát nekem soha az életemben nem volt a kezemben ilyet kártya. Én azt az időt is a közügyekre fordítom. No, de nem, hát azért el van ez túlozva így egy kicsit. Higgy el, néha nagyon jól el lehet szórakozni vele. Jaj, méltóságos uram, engedje meg, hogy bemutassam a családomat. Nőm és leányom. Asszonyom. Végtelenül boldog vagyok, hogy szerencsém van megismerkedni önnel. Részünkről a megtiszteltetés, hogy ilyen magas személyiséget üdvözölhetünk körünkben. Akkor talán foglaljon is helyet. Ön mellett állni boldogság. De ha okvetlenül óhagyja, már le is ül. Gondolom a fővárosi élet után csak pupa hátán egy ilyen nagy utazás. Pupa hátamon, de mennyire? Az ember komprenívú. Hozzászokik a fényes élethez, aztán kitalálja magát az országúton, a mocskos kocsmát, a sötét kultúrálatlanság közepette. Jó Istenem, mennyi kellemetlenség, ugye? Percben, hölgyem. Számomra nagyon is kellett. Jó Istenem, ne csinálja ezt. Elhalmoz a bókjaival, én igazán meg sem értem. Én, Miska! Gyere rá, ide van a Hát azért, a vidéknek is megvannak a maga szépségei. Dimbek, dombok, források. Jó, persze, összesen lehet hasonlítani Pétervárral. Ó, Pétervár, hogy ott micsoda élet van. Nem akarok hercegni, de a minisztériumi osztályvezetővel jó baráti viszonyban vagyok. Éppen csak pár percre szoktam megülni az ügyosztályra, hogy eligazítsam őket. A múltkor
ki akartak nevezni törvényszéki ülnöknek. De mondom, kell az nekem. Miért állnak? Foglaljanak helyet. Csak ne zavartassa magát! Igaza van? Jaj, írókkal is sokat járok össze. Istenem, nem mondja, csak nem ön is ír. Istenem, milyen csodálatos lehet az alkotó művészet. Igen, igen, elég sok művem van. Sokszor már eszembe se jut a címük. Tényleg, hihetetlenül könnyen szárnyal bennem a gondolat. Őszintén megmondom, nekem az irodalom az életem. Az én szavamom a legelső Péter bálok, bálokat is szoktam adni. Bálokat? Mm. Képzelem, mennyi ízlés, micsoda pompa lehet egy ilyen bálok. Lábosban, gőzhajón érkezik egyenesen Párizsból. Le Paris. Le Paris. Oui. Ahogy felemelik a felhőt, az az illat felhő. Annak nincs várja az égvilágon. Aztán van egy Twist társaságunk. A külügyminiszter, a francia, a német, az angol követ meg én. Végkimerülésig megy a játék. Érdemes bekukkantani az előszobámban reggel, amikor még az. Tolonganak a gróf, hercegek, mint egy méka. Sokszor még a miniszter is ott vár. Én mindenütt ott vagyok. Mindenütt. Most, holnap kineveznek. Távolodnak. Tőlem még az államtanács is fél. Én ilyen vagyok. Se Isten, se embert nem ismerek. Én nálam nincs kecmec. Én nekem hátus van szemem. Na, mi van? Is tudom, talán nem óhajtod a lepi helyét. Igen, ilyen van a szoba, minden, amit kell. Jó, hajlandó vagyok lepihenni. Nagyon jó. Meg vagyok elégedve. Mindennel meg vagyok elégedve. Hozzi! 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 Uram, mindennel nagyon meg vagyok elégedve. Uraim, látják ezt egy komoly ember? Én még soha életemben nem hagytam szemtől szembe egy ilyen rangos ugrat, mely majdnem meghalt a félelemben. Vajon mi lehet a rangja? Szerintem legalább távolnak. Legalább távolnak? Gondolja ki a Trivanovics, az én? Na ezt azonnal el kell mondanunk a vendéglősnek. A másnak! Persze, nem csak egy hete született egy másik, de! Egy másik! De jó! Abszolútan félelmetes. És közben az ember nem is tudja, hogy mit ül. Mi meg itt voltunk civilben. Mi van, hogyha fölébred és repül a jelentés Péter Vállra? Szemi, annyira ne beszéljen már! Jobb a szájával beszél. Kit kéred magadnak? Minden jól mondjál, mester asszony! Ezeket csókolom! Ezeket csókolom! Magyar jól! Nem kellett volna így leittatnom. Ugyan már ennek kultúrát nagy világú embert látni.
Ó, ilyenek vagytok ti nők. Ha kell, hanem mindenben belekotyogtok. Én még most sem értem magamhoz a lélülettől. Miska! Miska! Itt egy szisztulabat! Egyszerűen elfordult a világ. Aj, Annuskám, én nem látom, hogy kicsoda. Bocsánat! Na, gyere, mi van? Aci, nem, kicsit még nyújtózik. Várjatok már, ide figyelj, drága barátom, kaptál rendesen enni? Kaptam, köszönöm, Alás, én kaptam rendesen. Mondd csak Oszi, a gazdához, ugye rengeteg gróf meg herceg jár meg ilyenek. Az, hát szokta grófok is. És mi a rangja neki a gazdának? Hát kérem, a midukát. Oszi, csak a hadnakózásra! Komoly dolgokról, mert nem lehet miattatok, nem haragyom. Jó. Ide figyelj. Azt mondd meg nekem inkább, hogy milyen ember a gazdád, szigorú? Szereti a rendet. Azt, hogy minden bedással legyen. És a gazdád az egyre... Maradjatok már! Jól van, fiam, hát te olyan szimpatikus vagy nekem. Tudod, hogy kapsz tőlem két rubert. Ó, köszönöm a lássam. És milyen szívű szent tetszik a gazdád? Oszip, annyira édes orra van a gazdád! Adjátok abba, most én! Na, ide figyelj, azt mondd meg nekem inkább, hogy mit szeret a gazdád út közben? Arra nagyon figyel, hogy nekem jó legyen. Ó, kiskám, persze, tessék itt a vége. Nekem sajnos nincs. Nekem sincs. Van más. Na, hagyjátok, amúgy sajnosan, nem mindjátok a szobádukba, legyen van belőletek. Jó. Gyere más, Anika, gyere, csak sok. Úgy is el akartam neked mondani, hogy mi az, amit észrevettem rajta, de az csak világ hölgyekre tartozik. Polgármester úr! Polgármester úr! Mit hordik az csendesebben? Mit csambolokszik? Parancs volt! Ó, és még hordik is minden süket vágnak, gyerekek! Na! Jaj, fiam, tényleg, te pedig menj és készíts el mindent a gazdának. Jó, minden, amire szüksége van. Ha valami hiányozna, akkor azt jelentse el. Krisztula, odaállsz az ajtóba és egy tapottat se. Semmiféle idegen bennem eresztesz. Ha valaki följelentéssel jönne ellenem, akkor azt nyakon vágni és úgy kivágni, hogy a lába sérje a földet. Megértetted? Ezt ússzam meg. Én olyan gyertyát gyújtok. Olyan gyertyát, hogy olyat még ember nem látott. Thank you.
ezt ússzam meg. Ezt ússzam meg. Ezt most hoztátok a bulintól? Igen, api. Rejtegette a javát az a dagad disznó. Ezt hoztam meg. Országban élünk. Nyomjuk neki oda borítékilag. Veszélyes lehet. Ha csak úgy nem, mint egy felajánlást. Valami emlékműre. Az jó. Az jó. Fából vagy, ha úgy, hogy postai úton érkeztek pénzek, és nem tudni ki. Postai úton? Na, mi? Aztán postai úton elküldi magát valami jó messzire. Le kell neki mutatkozni egyessével, és ha ott leszünk, és ki legyen az első? Maga. Miért? Nem inkább ma? A maga a nő vagy micsoda? Nem, akkor inkább lopó, mint az oktatás vezérlakja. Én kérem szépen, én nem bírnék. Kérem szépen, én úgy vagyok nevelve, hogyha hozzám egy magasabb rangú hozzám szól, ha valaki szalad a talaj, és beáll a szájzál. Én kérem, mentsenek fel, kérem szépen, mentsenek fel, én. Már csak maga marad. Ha maga megszólal, kijön a Cicero a száján. Cicero! Hogy jut ilyesmi az eszébe? Azért, mert néha elkap a héfadokra, vadász ebeiről beszél. A Bábel tornyáról is milyen szépen tiszt vagyok. Igen, igen, ez a pár kérjen napra. Kérem szépen, bíró. Thank you.
engedelmével bemutatkozom. Törvényszéki ülnök, a helyi járásbíróság bírója, Amos Jakin-Tyapkin vagyok tisztelettel. Foglaljon helyet! Tudja, kérem, három ciklusom során negyedik fokozatú Vlagyimir rendre lettem felterjesztve a felsőbb szervek jóváhagyásával. És mi van a kezében? Semmi, kérném. Semmi? Hát látom, hogy pénz esett le. Pénz? Pénz. Igen, ez pénz. Tudja, adja nekem kölcsön. Hogyne. Hát persze kérném. Boldogan! Hát boldogan! Persze! Álcsak, köszönöm! Tudja, ez az utazás minden pénzemet elvittem. Ha lehet, volna, majd megküldöm magát. Ugyan, hogy mondhat ilyet, így is hatalmas megtiszteltetés. Természetesen a magam szerény eszközeivel és a felsőbb szervek iránt érzett odaadással és buzgalommal igyekszem megszolgálni. Hát akkor én nem is alkalmatlankodom tovább. Nem tudom, lesz-e valamilyen utasítás a számomra, mint bíró? Momentán senkit nem akarok lecsukatni. Nem. Hát akkor én. Hát akkor maga? Rendes ember ez a bíró. Engedelmével tisztelettel bemutatkozom. Iván Špekin, postamester. Örvendek. Ön ugye már állandó lakó. Nagyon. Nekem tetszik ez a városka. Persze, nincs az a nagy forgatag. Na és aztán, de hát ez nem a főváros, nem igaz? Tökéletesen színigaz. Elvégre a világi élet úgyis csak a fővárosban van. Nem igaz? Így van, kérném. Viszont egy ilyen kisvárosban is szép tud lenni az élet, nem? Így van, kérném. Mert mi kell az embernek? Hogy tiszteljék és szívből szeressék, nem jól mondom? Tökéletesen ez az igazság. Nagyon örülök, hogy egy véleményen vagyunk. Megtisztel vagy örülök. Tudja, milyen hülye dolog történt vele? Útközben teljesen kiköltekeztem. Nem tudna a kölcsön adni mondjuk 200 rubel? Hogyne, természetesen parancsoljon. Kettőt mondnak. Nem, hármat tetszett mondani. Tessék. Parancsoljon, örömmel állok szolgálatára. Nem tudom, ez így. Ahogy óhagyja. Akkor bátran. Igen. Bátran. Hálásnak köszönöm. Tudja, utálatos dolog, amikor az embernek útközben valamit meg kell tagadnia magától, nem igaz? Így van, kérném. Nem is alkalmatlankodnék a továbbiakban. Engedelmével. Van valami észrevétele a posta igazgatásra vonatkozólag? Nem, nincs. Nincs. Köszönöm. Ez a posta, és milyen egy egyes ember. Szolgálatkész, szeretem az ilyeneket. Engedem, mi van? Tiszteletem. Bemutatkozom! Luka! Lobo! Tanintézményi felügyelő! Üljön le! Na, üljön le! Nem kérek cigarettát! Vegyen csak! Prima kis dohány, hát persze nem Péter Vári. Ott öregem olyanokat szoktam szívni, hogy azokból egyet elszív az ember, és utána kezet csókolok magára, de a másik végén. Látom, nem szenvedélyes dohány. Ja, bevallom nekem ez a gyengén. Meg persze a nők. Hát maga? Milyen a zsánere? Szürke vagy barna? Na, mondja meg nyugodtan. Nem is tudom. Hát ne próbáljunk kibúgni alul, tudni akarom, milyen az ízése. Hát ha szabadna nyilatkozzon, én már nem is tudom, hogy mit beszélek. Hát, nem akarja meg.
barna biztos jól összekuszálta magának a szálakat. Valami kis barna. Á, elpirult. Na, hát miért nem most el? Izgulok! Méltós! Na, méltós! Egyszer! Ah, izgul, igen. Tulajdonképpen van valami a tekintetemben, ami zavarba hozza az embereket. Legalábbis a nőket, jól gondolom? Mondja csak, nem akarja nekem kölcsön adni ezt a 345 rubelt. Hálásra köszönöm. Lehet-e kerek az össze? Igen. Tegye csak fel. Hálások, köszönöm. Hálások. Köszönöm. Hálások. Hálások. Hálásom, köszönöm. És én nem is alkalmatlankodnék tovább a jelenlétemben. Minden jó. Hálásom, köszönöm. Hálásom, köszönöm. Még valaki? Engedje meg, hogy tisztelettel bemutatkozzam. Igen? Artemis Zemjanina, közművédén, tízményi gondok. Á, emlékszem, maga a foglaljon helyet, mielőtt valami baj történne. Köszönöm. Én kérem, boldogan szolgálom a hazámat. Bevallom, nekem ez egy gyenge pontom. Én szeretem a jó konyhát. De nekem úgy tűnik, mintha tegnap egy kicsivel alacsonyabb lett volna a menüba. Ma ekkora, holnap akkora. Elmondhatom, hogy magamat nem kímélve én. Én serényen végzem a szolgálati munkámat, de... Itt van például a postamester. Az égvilágon semmit nem csinál. Mindenhol hanyagságú küldemények fel vannak torlódva. Tessék csak vizsgálatot tartani! A bíró is folyton vadászik, puf, puf, puf! Kutyákat tart az irodában, és morálisan, ha őszinte akarok lenni. Persze csak a haza érdekében vagyok kénytelen, holott rokonok vagyunk meg, barátok, de morálisan végképp elítélendő. Van itt egy Topcsinszki nevű földbirtokos, tetszett már vele találkozni? Na, ha az elmegy otthonról, a bíró már is ott van, azt a feleségét, pof, pof, pof! Tessék csak megnézni a gyerekeket! Egyik sem hasonlít a Topcsinszkire, mindegyik képessége, és kitöpött bíró! De hogy ezt nem is hittem volna! A tanfelügyelő is, én nem is értem, hogy a felső szervek hogyan nevezhetnék ki. Akarja, lefektetem. Hogyan? Írásban. Hogy elégítettem? Jó! Lehet írásban is. Tudja, unalmas óráimban szeretem az ilyen szórakoztató olvasmányokat. Mondjuk csak, mi is a vezeték neve, mindig kimegy a fejemről. Zemjanina. Zemjanina. Nincs itt valahol egy hangtartó. Kérem, kamutatót, de én már megyek, és én nem akarom rabalni a drága idejét, viszont látásra. Ne, semmi probléma. Jó. Csupa érdekes dolgot mondott, legyen szeretjék már. Bocsánat, hogy is
Igen, mindig elfelejtettem. Zemjanina. Zemjanina, tudja, mi történt? Úgy közben teljesen kiköltekeztem. Nincs magánál véletlenül kölcsön, de mondjuk 400 ember. Mit oda véletlen? Hálás köszönettel. Zemjanina. Az. Örvendek! Fogaljon a fejed! Tisztelettel bemutatkozom, Pyotr Ivanovics Dobcsinszki állandó lakos. Csücs! Pénz van maguknál! Pénz? Márhogy pénz? Pénz, mondjuk egy ezres. Ekkora összeg sajnos nincsen. Magánál van Pyotr Ivanovics? Nem, nálam sincs. Ugyanis, ha szabad tájékoztatnom, mindent, akkor az én pénzem a közjólét takarékban van berakva, mi jó? Jó, ha nincs ezer, akkor mondjuk egy százos. Nincsen magánál 100 rubel? Pyotr Ivanovics. Nálam összesen 40 rubel van. 25 van összesen. Azért egy kicsit nézzem meg jobban, Pyotr Ivanovics, tényleg? Hiszen a mondtad is letagadtam. Elég lesz 65. Kegyeskedik megengedni! Szabad? Csics! Kegyeskedik megengedni, hogy színes pártfogását kérjem egy igen kényes ügyben. Miről van szó? Hát ez igen kényes ügy. Tudnék, az én idősebbik fiam még a házasságom előtt jött világra. Vagyis hát éppen úgy lett meg ez a gyerek, mintha már házasok lettünk volna. De azután mi házasságban meg is szenteltük a dolgot. Na most én azt szeretném, tetszik tudni, hogy ő az én törvényes fiam legyen. És ugyanúgy hívják, ahogy engemet hívnak, Dobcsinszkinak. Kérni. Jó, hívják úgy. Én igazán nem szeretném terhelni önt ezzel, csak hát a képességeim jött. Hát ez egy olyan képességes gyerek. Jó, rendben lesz, ez rendben lesz. Magának is van valami. Igenis, nekem is volna egy alázatos kérésem. Csücs! Miről van szó? Én nagy tisztelettel kérem, hogy amikor most eltetszik menni Pétervára, akkor tessék szíves lenni elmondani a nagy tiszteletű uraknak, admirálisoknak, szenátoroknak, hogy itt és itt, ebben és ebben a bizonyos városban lakik egy bizonyos Pyotr Ivanovics Bobcsinszki. Jó. Igen, kérem. Csak ennyit tessék mondani, hogy itt és itt, egy bizonyos városban lakik egy bizonyos Pyotr Ivanovics Bobcsinszki. Jó! Igen, kérem, és hogyha alkalom van rá, akkor netán az uralkodónak is tessék szíves lenni. Ugyanúgy, hogy itt és itt, egy bizonyos városban lakik egy bizonyos Pyotr Ivanovics Bobcsinszki. Bocsássa meg, hogy ilyen hosszan terheltük a jelenlétünket. Bocsássa meg! Bobcsinszki! Ezt a sok kretén! Meg is írok minden Pétervárnak, Trapicskinnek. Írjon belőle egy újságcikket. Hé, Josip! Hozz papírt, tollat! Rögtön. Azért. Rendes emberek ezek. A bírótól 300, a postamestertől 300, az 600, 8. Túl vagyunk az ezren! Na látottam majd, hogy a tenyerkő volna. Igen, hála Istennek! Yeah.
én azért azt mondom, menjünk innen minél előbb. Baromság. Nem én. Csak azért. Hagyjon mindenkit a fenébe. Mit kell ezekkel annyit paktálni? Volt két jó napja, mulathatott ennyi elég. Az jó, hogy ennyire oda vannak magáért, ilyen bár, meg ilyenek, de azért mégis csak azt mondom, menjünk innen minél előbb. Nyilván valaki másnak nézik magát. Meg az apja is dühös lesz, hogy ennyit csámborgunk. Oszi, tiéd az ötös. Na, kész. Oszi, ezt most elviszed a postára. Mondd meg a postamesternek, hogy ingyen lesz, meg azt is mondd meg, hogy haladéktal adunk hozzá a legjobb kocsinkat. De mondd meg, hogy nem fizetünk a fuvarért, mert hogy szolgálati fuvar lesz. Na, szedd a lábad, majom! Mi ez a vicsaj? Nézd már ki, oszik, hogy mi ez. Valami kereskedők akarnak bejönni, de a rendőr nem engedi be őket. Ezek papírokkal hadonásznak, nyilván magát keresik. Kereskedő. Jó, bejöhet közülük egy. Hát, én is áll, jó ember. A kereskedők küldötteként jövök. Alázatos kérelemmel fordulunk kegyelmet. És miről van szó, kereskedő? Ne dönts minket a romlásba, kegyelmes úr! Elnyomatási sérelmezésben vagyunk, indoklás nélkül. Úr, beszélj már értelmesen, kinyom el benneteket! A polgármester úr! A polgármester úr! Igen, úgy kiszipolyoz bennünket, hogy az elmondhatatlan. Pedig megkap tőlünk mindent. Viszont meg a felesége is megkap mindent, meg a lánya is. De neki ez nem elég, nem? Bejön a boltba is, és mindent elvisz, ami elébe kerül. Tulajdonképpen dugni kell előle mindent a boltban, amikor meglátjuk. És nem csak a finomabb holmikat viszi el. Minden bacakot elvisz. Minden. Például az aszalcilvát, ami már 7 éve ott van a hordóban. Hát már az inasom se enni meg. Azt ő szatyor számra visz. De hát ez egy egyszerű van ember. Az hát. Tibériából el! Ahová eltetszene helyeztetni, az mind jó lenne. Csak tőlünk minél messzebb legyen. Na, tessék már szíves venni, elfogadni tőlünk egy kis csekésséget. Egy kis cukrot, bort, lisztet, szövetet, az a cilvát. Nem. Ajándékot azt nem. Viszont ha fel tudna ajánlani kölcsön, mondjuk 300 rubel. Kölcsön, azt el tudok fogadni. Persze. Tessék. Egy, kettő, három, négy, öt. Mennyit mondtam? Ötöt. Akkor jól lenni. Csak segítsen rajtunk. És ezekkel mi legyen? Azt nem. Ajánlít azt nem. Miért nem veszi már el a fiatalunk? Hát jó lesz az még az útra. Ha a kegyelmes úr nem segít rajtunk, akkor már igazán felkötheti magát az ember. Igyekezni fogok, konkrétan ő. Kereskedő, tűnés, kereskedő. Bocsánat. Igen? A tárca vissza, mert hogy bőrből van. Hoppá! Jó egészséget. Jó egészséget. Tűnés, kereskedő, tűnés. Szabad érdeklődöm. Hová indult éppen? Én nem indultam sehova sem. Hát nem indulj sehova sem.
Biztos zavarok, fontos ügyekkel lehet elfoglalva. A maga szemei fontosabbak nekem, mint akármelyik fontos ügy. Kegyed nem megzavar, hanem felpavar. Helyezze magát kényelembe. Magának nem is szék járna, hanem trónus. Hát én nem tudom, miről vesz. Nekem el kéne mennem. Milyen gyönyörű kis kendője van? Hol? Hol, ne csúfolódjon! Biztos csak ki akarja nevetni a vidéki lányt. Mit nem adnék, kisasszony, ha én lehetnék a maga kendője, hogy ölelhetném a kis Liliumnak? Hol, nem is tudom, hogy miről beszél ez a kendő. Milyen szép idők vannak. A maga barikai kisasszony, szebbek, mint a napfény. Igen, mond állandóan. Írjon bele valami szép verset az emlékkönyvembe. Biztos sok verset. Kívánjon, milyen verset szeretne? Valami szép. Modernet. Nagyon szeretem ám a verseket. Rengeteget tudok, de inkább maga elé tárom a szerelmet. Mert a maga pillanatása olyan... Ó, én nem tudom, hogy mi az a szerelem, azt sem tudom, hogy mi van. Miért húzódik el? Mit nem adnék, kisasszony, ha ölelő karjaimba szoríthatnám magácskát? Jaj. Mi volt ez, ami a terpült szarka, vagy valami más modern szarkák lesznek? Azok szarkák, szarkák, szarkák! Szarkák! Mégiscsak sok ez, vagy szemtelenség! Bocsásson meg, kisasszony, a szerelem miatt volt! Csak a szerelem miatt! Egy kis vidéki libának tört engem, ugye? Ne maragudjon rá, kisasszony, nem nézze! Itt érdelek! Mi történik? A franc! Mit jelentsen ez mi? Nem szégyellem magad? Hogy képzelsz? Takarod a szobádba! Takarod a szobádba, és te kerülj a szemem elé, te szégyennelem! Leszakó úr, bocsássa meg! Én nem is találok szavakat, egészen meg vagyok döbbenve. Asszonyom, nézzel rá! Elégek a szerelemtől. Jaj, Istenem, maga térdel, álljon fel ez a padló, ez koszos! Ne! Én itt térdelek, amíg meg nem tudom, mi a sorsom. Élet vagy hal. Már megbocsásson, a vallomás az ugye a lányokra vonatkozik, nem? Nem. Én magában vagyok szerelmes. Egy hajszálon függ az életem. Ha eltaszít, számomra véget ért a földi lét. Lánguló kebellel kérem a kezét. Felhívnám a figyelmét, hogy én bizonyos fokig férjesasszony vagyok. Nem szám! Ugye? A szerelem nem ismer akadályt. Ne vessen gátot a boldogságunknak. A becsületem, a biztosítékban, hogy a felesem igaz, amit mondanak, őt károsítják.
tudják meg a vásárlók közönsége. Érdekelnek is engem, menjenek a felébe. Nem, hazudtak. Mindenki tudja, hogy hazudtak, mert egész város tudja, hogy hazudt is volt. Anton! Hatalmas megtiszteltetését bennünket. Lesztok úr, megkértem Mársanyka kezét. Életem, de meg hibadtál? Bocsánat, méltóságos uram, hát hibad, mint az anyagos uram. Pedig így van, ahogy mondta. Megkértem a lányunk kezét. Szeretem. Nem tudom elvinni. Anton, hát mit nem értesz ezen? Pedig így van, lehet, hogy bele is fogok őrülni a szerelembe. Én ezt nem merem elvinni, hát én nem vagyok méltó. Anton, te tulok! Hát hiába beszél neked az ember! Nem, de egyezzem bele! Na, hát ott már ott az áldás, te! Na! Istenem, látod? Csókolom! Áldás, urátok! Ezek tényleg csókolom! Áldás, urátok! Bocsi! Igen, már is megyek. Alulvárom. Muszáj! Ez előbb, mint hogyha olyan jellegű célzást tetszett volna tenni, ugye bár, hogy az esküvő... Ja, igen. De csak ki egy nap az egész. Ja. Csak ide megyek a nagybátyámhoz. Igen, egy gazdag öreg úr. De holnap újra itt vagyok. Holnap? Jó, hát akkor a szerencsés viszontlátás reményében. Igen, hogy de mondom, csak egy ugrás az egész. Igen, Istenben, ne! De ne! Hát ki se tudom mondani! Hát nem találok szavakat! Isten veled, drágám! Bocsánat, nincs szüksége valamire az útra? Mint hogy a pénz szűkében méltóztatott volna lenni. Ja, igen, nem. Köszönöm. Habár... Jó, lehet róla szól. Jó, hát kérem. Igen. Tessék! Oh. Életlenül csupa új bankó. Jaj! Hát ez szép! Ez igazán nagyon szép. Úgy is azt mondják, új bankó, új szerencse. Hálásan köszönök mindent, polgármester úr. Őszintén megmondom, még soha sehol nem fogadtak ilyen csodálatosat. Hálás köszönöm. Istenem, minden kerek. Anton! Láttak! Azaz, hogy láttak!
magához, ő hozzá. És haragosztás a vitong élete! A bír! A bír! Mi a bír! Mi a bír! Mi a bír! Másenyka! Hát akkor valami vidámat! 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 Megvan! Most akkor hogy gondolod, Annuskám? Hol fogunk lakni? Itt vagy Pétervár? Persze, hogy Pétervár ott. Majd még itt maradunk mi. Jó. Ott, akkor ott. Nagyon jól gondolod, Annuskám. Lehet, hogy el lehet kapni valami magasabb állást is. Nem végre a vők az csókos az összes miniszternek. Hát csak le tud szervezni valami kis előréptetést. És a végén az ember a tábornoki is fölkérdi. Mit gondoltok? Lehet belőlem tábornok? Na, na. Még szép, hogy lehet belőled tábornok. És én azt akarom, hogy a mi házunk legyen a legszebb, a legnagyobb, az első számú az egész fővárosban. Megértette te, excellenciás? Mit van ez? Másenko? Na, hogy vagyunk, hallgatunk, ha? Megyek-e tapó? Megyek-e? Mi? Mérkáj! Világ szélhámosa. Fölkeremteni mi? Sok az adótok, erre föl kitaláljuk, hogy juttassuk be többe a polgármester, hogy a rossz se vágja ki a veleteket. Ide figyelj. És azt tudod-e, hogy az a magas beosztású személy, akinél bemúszeroltatok, az bizony feleségül veszi a lányomat. Na, hát erre mit szóltak? Persze, megkárosítani a lakosságot, mi? Aztán, hogyha ajándékba oda kell adni majd 15 méter posztot, akkor még a kitüntetés is arra van, hogy tőle! Egykuratosan vagyunk! Így meg eszek, hasra tőle! Üdösök vagyunk, polgármester úr, üdösök vagyunk. Megjelentem én, mi? Na ide figyelj én már! Ki volt a konstruktív a lepapírozásban, amikor azt a hidat építetted? És 20.000 ruber fát számláztál le, holott 100 ruber sem volt az egész! Én voltam a konstruktív, hát ezt elfelejtetted te! Nagyon ezt megszerűztettem, meg sem már Szibériáira, el mit szólsz? Soha többé nem teszünk paraszt. Kéri bármilyen elégtétel, csak ne haragudj rá. De ha neki egy kicsit is jobban menne a büdösító, biztos, hogy kellett öldölni a sárba. Nem. Bocsássa meg neked az Isten. Én nem vagyok hosszú álló. Na most figyeljetek ide jól. Ti kereskedők. Nem akármilyen emberhez adom feleségül a lányomat. Úgyhogy olyan legyen nekem a nász ajándék is, megértette? Igen. Nehogy aztán valami kis sósherénkkel, diszkált cukorral, golyással, vagy asszal cillával. Nem. Feléket! Polgármester úr, hát kifelé te van.
bocsánat, a kabátomért, ha szabadna. Jó egészséget, polgármester. Hogyan jutott idáig? A dolgok menete rendkívül volt. Saját maga személyesen készen a valamit. Így van, és... Milyen finoman és tapintatosan, ugye? Asszonyom, engem kizárólag az ön kegyei iránti tisztelet vezérelt a kisasszonynak. Anyuka, ezt nekem mondta. Másik nagyon szépen kérek, maradjál csöndben, te ehhez egyáltalán nem értesz. Aztán térdre borult előttem. Másik nagyon szépen kérek, maradjál csöndben, te ehhez egyáltalán nem értesz. Szóval térdre borult előttem. Köszönöm, viszont hozzá az érzelmeimet, különben halálok, halálában beteg vélek az élet. Lelövöm így. És ugye, ezt a sors akarta egy. Dehogy a sors, az érdemek miért úgy utalva? Jaj, Anna asszony, én úgy örülök, hogy ilyen szerencsés, hogy elmondani se tudom, hogy mennyire. Ha szabadna megkérdezne, momentán hol tartózkodik az illusztris vendégünk? Hát én azt mondtam, hogy elutazott. El kellett utazni, de csak egy napra. Alapvágyából, de már holnap? Kérésünk lenne, szabad kérni, ne tagadja meg a pártfogását. Jó, persze. Anton, te mindjárt mindent megint. Polgármester úr! Döbbenetes újságban, hölgyeim és uraim, az az illető, akit mi revizornak néztünk, nem is revizor. Hogy nem a revizor? De egyáltalán nem! A levélből jöttem rá! Miféle levélből? Hát az ön saját leveléből. Behoznak a postára egy levelet, ránézek a címzésre, látom, postahivatal út. Hát én rögtön lezsibattam. Na, gondolom magamban biztos föltárt valami postaszolgálati hiányosságot is, már megy is a levél a központnak. Elfogtam magam, és fölbontottam. Hogy berészelte? Magam se tudom, valami természet fölötti előjött belém. Előtte már épp küldeni akartam a kutát, hogy menjen a levél minél előtt. De olyan tudásvágy vett rajtam erőt, amilyet még soha nem éreztem. Nem bírom. Az egyik különben azt mondom, te, fölle bonts, csúnya véget lesz. De a másikban, mint az ördög sütyorogna. Bonts, pönt. Hogy merészelte felbontani egy ilyen hivatalos, méltóságos személy levelét? Hát épp ez benne a plán. Hogy se nem hivatalos, se nem méltóságos. Hát, akkor maga szerint micsoda?
Se az anya vaja tudja, hogy micsoda. Mi az, hogy se az? Hát hogy merészel így? Se az a feleségénél, én letartóztatom. Kicsoda, maga. És tudja azt, hogy feleségül lesz a lányomat, és hogy én tábornok leszek. És én magának Szibériába küldetem. Jaj, Anton Antonovics, ne szibériázom már nekem, inkább felolvasom a... Gyorsan meg akarom írni neked, Trapicskin öregem, micsoda csoda esett velem. Útközben egy százados kártyában teljesen kifosztott, annyira, hogy a vendéglős pár börtönbe akar csukatni, amikor egyszer csak kiderült, hogy a vonzó külsőm meg az öltözékem alapján az egész város azt hiszi, valami főkormányzó vagy. A polgármesternél lakom, élvezem az életet, elszántan fűtöm a feleségét és a lányát. Csak még nem döntöttem el, hogy melyiket vegyem előre. Gondolom, a mamával fogom kezdeni, mert ahogy kinéz, mindenre el van szánva. Itt mindenki ad kölcsön, amennyit csak akarok. Meghalnál a röhögéstől, de tudom, hogy szoktál cikkeket írni, vedd be őket a figuráid közé. Először is, a polgármester buta, mint egy herélt ló. Maga írta oda. Már hogy írtam volna én bele? Szóval, a polgármester buta, mint egy herélt ló. Miért olvassa kétszer? Egy herélt ló! A postamester is remek figura. Nos, amit akartam, nem, hát ennek semmi értelme. Na, de nem! A postamester pont olyan, mint egy vérszívó poloska, nyilván nagy simlis és állandóan vedel. Hát ez egy aljas práter, sebbe kéne rúgni az ilyet! Zemjanyina, a közjólit intézet gondnoka. Na, léphatalma! Azért, mert olvashatatlan a hírás azért. De nyilván valahogy ez egy szemétember, nem? Na, adja ide, nekem jobb a szemem! Nem adom, nem adom! Adja ide, majd én megnézem! Nem adom! Nem! Tessék mindent elolvasni! Eddig se hagytunk ki semmit! Zemjanyina! Adja a leveled! Hallotta? Na, olvasd, olvasd! Tessék mindent elolvasni! Zemjanyina, a közjóléti intézetnek gondoka olyan, mint egy szeles disznó. A szamfeligyelőből... Én talán nem vicces! A szamfeligyelőből meg dől a timpós hagymaszok. Kérdezi meg én! Soha életemben egy falat hagymát meg nem ettem! A gyakkin a díjra... Hát, hosszú ez a nevén! Marhaságot hallom! Nem! Igen! Nem! Tessék, mindent elolvasni! Gyakkin a bíró, az maga a blamás. Ez valami francia. A franc se tudja, hogy mit jelent. Lehet, hogy azt jelenti szélhámos? Vagy még annál is rosszabb. Amúgy a többiek kedvesek, jóindulatúak. Búcsúzom tőle, Gyakiski haveron. Példát veszek rólad, én is írni fogok. Semmit se látok. Nem látok arcokat, csak disznófejeket. Én végül személy is lettem, mint egy agyalágyú birka. 30 éve vagyok állami alkalmazott, de se egy kereskedő, se egy vállalkozó nem tudok becsapni. Olyan simli szélhámosokat, akik végiglopták a félvilágot, én a reggelire megettem én. Három kormányzót húztam be a csőbe. Kormányzók, amit nekem egy kormányzó, egy kormányzó, az nekem egy nagy gyulla. Nézzetek ide, nézzetek ide! Mindenki nézzen ide, az egész világ mindenség, az egész keresztény világ nézzenek!
akkora hülyét kiváltok belőlem. A mindenki ezen fog csámcsogni. Hogy tudtál? Lenni egy kis csoportos, sehogy, egy fél kis hulnyi revizoros sebölkembe! Ki jött vele először, hogy ő a revizor? Kérdeztem valamit! Én nekem eszembe se jut. Nekem se. Abszolút nem. Persze, hogy maguk. Mint valami elmebetegek, úgy rohantak ide az étteremből, hogy felismerték az éles eszükkel. Elmebetegek a felébe a revizorukkal, meg a híreikkel együtt. A cselengenek az utcákon két a lettes szájú hírpatkány. Érkezett állami tisztviselő úr, haladéktalanul kérheti az urakat megjelenni. A revizor úr a szállodába tartózkodik.